Köszöntjük a kedves hallgatókat, itt van az ősz, itt van újra. Elkezdődött az első ember hónap, ahogy nagy anyáink, nagyapáink emlegetik. Számos népszokás gazdagítja ezt az időszakot is. Gábor Klárával beszélgetünk, a Garabonciás Néptánc Együttes vezetőjével. Milyen népszokásokat hoz az ősz? Manapság már nagyon kevesen tartják szerintem azt, hogy ilyenkor van ősszel a pásztoroknak az elszámoltatása és a pásztorfogadás ünnepe, és nyilván ilyenkor a pásztorok, akik esetleg hónapokig teregették az állatokat, akkor, amikor pénzhez jutottak, akkor utána mulatságot is rendeztek. Nos, hát ez elsősorban Szent Mihály napkor szokott lenni, szeptember 29-én. Ehhez kapcsolódik egy népdal is egyébként, az, hogy ősz az idő, Szent Mihály nap közeledik, a juhászok a birkákat számba veszik, egyiknek egy gyűrűje, másiknak egy csengőse, hajtja-hajtja hazafele. Tehát ilyenkor hajtották be az állatokat, megkapták a munkájukért a járandóságukat, és esetleg megfogadták őket a következő évre is. De nem lehet azt mondani, hogy ez mindenhol Szent Mihály napon volt, hiszen volt, ahol Dömötör napján, október 26-án vagy 20-án, Vendel napján tartották meg ezt a pásztor ünnepet, sőt volt olyan, ahol elhúzódott esetleg november 1-ére, vagy akár Márton napig, november 11-éig is eltarthatott. Egyébként ilyenkor olyan is előfordult, hogy köszöntőkkel körbejárták a pásztorok a házakat, egy vesszőt hordtak körbe, és nyilván ilyenkor még valami kis plusz adományhoz, itókához, ennivalóhoz, vagy esetleg apró pénzhez jutottak az egyébként évenkénti járandóságokon felül. Ha ősz, akkor szőlőérés, és a magyar néphagyományban nem maradhat el az ősz szület nélkül. A legtöbben talán a szüreti mulatságot ismerik ebből a vidékből, és Galotaszegen van egy nagyon érdekes dolog, nem tudom mennyire van még szokásban, hogy ott tulajdonképpen kétféle szokás volt. Nem csak a szüreti bált tartották meg, az egy viszonylag újabb keleti dolog, csak az 1940-es évektől lett divatos az, amit mi is itt a mi vidékünkön bálként ismerünk. Ott annak idején úgy csinálták, hogy egy bizonyos napot megszavaztak, hogy akkor lesz a szüret. Mindenki akkor ment ki a szőlőbe, és több banda járta ilyenkor a szőlős hegyeket. Amikor valahova odaértek, akkor ott felfüggesztették a munkát, táncoltak egy rövidet, a gazda elénekelt egy-két hallgatót, megkínálták őket, ajándékot adtak a zenészeknek, és aztán mentek tovább a következő helyszínre. És ez is ilyen bálszerűvel fejeződött be, mert a legények, azok előbb abba hagyták a munkát, a zenészekkel elmentek a falusi kultúrházba, vagy egyéb megfogadott helyre, és ott aztán természetesen ilyen bálszerű mulatságba fejeződött be a dolog. Ez egészen a második világháborúig szokás volt, onnan aztán ez egy kicsit szétesett, azóta már nem egy napon tartják a születet, hanem mindenki akkor születel, amikor tud, amikor ráér, de nagyon-nagyon jó hangulatú lehetett ez, ha így belegondolok, hogy mindenhol szól a zene, hogyha egyszerre több zenekar nagyobb távolságra húzzák, énekelnek, táncolnak, valószínűleg nagyon-nagyon hangulatos lehetett mondjuk egy ilyen szüret. Voltak egyéb jellemző népszokások is még ebben az időszakban? A másik érdekesség az a tolfosztás. A párnák és a paplanoknak, a dunnáknak az elkészítése az nagyon fontos volt a paraszti életben, hiszen ez a gazdagság jelképe volt. Amikor egy lakodalom zajlott, akkor is ugye azt rakták föl a szekérre, minél magasabbra tudták rakni, és minél díszesebbek voltak ezek a párnák és a dunák, annál gazdagabbnak számított valaki. Ezek a tolfosztók kalákában történtek, és ilyenkor is meséket hallgattak, mindig volt két-három jó mesemondó, esetleg énekel is. Férfiaknak tilos volt a bemenet. Ha véletlen egy férfi valami, hogy áruhába becsempészte magát, akkor azt előfordult, hogy levetkőztették, hát nem teljesen pörére, de esetleg mezitláb ebrudalták ki gatya nélkül vagy nadrág nélkül, hogyha az asszonyoknak a mulatságát megpróbálta megzavarni. A tollról még annyit, hogy Magyarországról nagyon korán vittek már ki, export cikként nagyon fontos dolog volt a toll, és az, hogy milyen egy ilyen szép, tiszta, vetett ágy, ez ugye vidékenként különböző, hogy milyen szőttesek, milyen hímzések kerültek ezekre a párnákra, és mint említettem, ez fontos dolog volt, része volt a lánynak a kelengyéjének, legalább 6 párnát és 2 dunnát kellett, hogy magával vigyen, de a legényeknek is illett egyet-kettőt azért betenni a közösbe. Ehhez hasonló nyilván a kukoricahántás is, ami szintén egy ilyen kalákában zajló munka volt. Galotaszegen még a szilvafőzés volt egy nagyon érdekes dolog, ugye az
az is egy olyan munka, hogyha leszedik a szilvát, nem lehet sokáig tartogatni. Tehát akkor a barátok, barátnők, szomszédok összefogtak, és együtt magozták ki a szilvát, éjfél lett, mire ezzel nagyjából elkészültek, és onnantól a legnagyobb lánynak kellett ott maradni, és kavargatni hajnalig, vagy amíg kellőképpen be nem sűrűsödik a szilvalekvár. Ha volt szeretője, akkor a szeretője segített neki, vagy ha egyszerre többen udvaroltak neki, akkor előfordulhatott, hogy egyszerre több legény segített ott kavargatni a szilvát.